Több mázsa liszt és rengeteg margarin, valamint egy 84 méternél hosszabb asztal biztosan lesz szombaton, itt a Távirda utcában. Ezek a hozzávalók ugyanis nélkülözhetetlenek az új Guinness rekord felállításához. A süteményt 6 székesfehérvári cukrász készíti el az év leghosszabb napján. Hivatalos rekord szerint az aktuális rekord az 84 méter hosszút jelent, és ez nyers, sütetlen állapotban egybefüggő rétest jelent, tehát ezt kell nekünk túlszárnyalnunk. A leghosszabb rétes fesztiválon színpadi programok is szórakoztatják a közönséget, biztosan lesz zene és tánc, lovas bemutató, valamint felvonulás és diákvetélkedő. Távirda utcai kereskedők forgalom növelése céljából lett, mint utca kijelölve a rendezvényre. Szeretnénk az ottani életet egy kicsit felpezsdíteni. A program célja az új rétes rekord felállítása, és az, hogy a városlakók újra visszataláljanak a sétáló utcába. A szervezők azt szeretnék, ha ez a fesztivál hagyományteremtővé válna.